Ukrán források szerint az orosz erők átfogó támadást indítottak a még ukrán kézzel lévő Azovsztál acélgyár ellen Mariupolban. Az orosz katonai vezetés arról számolt be, hogy a napok óta tartó támadások után az oroszok behatoltak az üzem területére, ahol a katonák mellett 200 civil lakos, köztük több gyermek is volt. Nehéz és véres harcokat vívunk, büszke vagyok a katonáimra, akik emberfeletti erővel küzdenek, mondta az azovi ezred parancsnoka. Köszönöm az egész világnak a mariupoli helyőrség óriási támogatását, a katonáink megérdemlik ezt. Az ostromlott Mariupolból és négy másik városból több mint 300 civilt evakuáltak az ukránok által ellenőrzött Zaporizsja városába. Ez már a második sikeres kimenekítési művelet volt. Ezzel egy időben az orosz kormány ígéretet tett humanitárius folyosó biztosítására csütörtöktől szombatig. Szerda este rakétatámadásokat jelentettek több városból is. Kijev közeléből, valamint a közép-ukrajnai Cserkaszi és Dnipro városokból. Ukrajna szerint az oroszok az infrastruktúrát támadják, amivel a fegyverszállítmányok célba juttatását akarják nehezíteni. A folyamatos rakétatámadások miatt az ukrán külügyminiszter rakétaterrorizmusról beszél. A valódi problémát a rakéták jelentik, ezért nincs most Ukrajnában biztonságos hely. Orosz rakétatámadás érheti a nap bármely szakában, bármely irányból, bármelyik ukrán várost. Ezért mondjuk okkal, hogy Oroszország a rakétaterrorizmus taktikájához folyamodik, hogy félelmet keltsen Ukrajnában, mondta Dmytro Kuleba. Belarus katonai hadgyakorlat megkezdését jelentette be. A belarus vezetés ugyanakkor közölte, hogy a hadgyakorlat nem jelent veszélyt sem az európai közösségre, sem a Belarusszal szomszédos országokra.